És ahogy ígértük, most kiderül, hogy mi az a táplálkozási forma a vegánon kívül, ami a legjótékonyabb hatással van a szervezetünkre. Mi az? Az élethosszat azzal lehet legjobban megnövelni, hogyha energiamegvonást hajtunk magunkon végre. Azaz kb. 20%-kal kevesebb energiát fogyasztunk, mint egyébként fogyasztanánk általában. Ez valószínűleg azzal függ össze, hogy ennyi energiamegvonás következtében alacsonyabb inzulin szinttel élünk, az éhgyomri inzulin szintünk is alacsonyabb, és minél alacsonyabb az inzulin szintünk, annál kevesebb energiát éget a szervezetünk, és annál hosszabb ideig tudunk élni. Az inzulin szint csökkentést bizonyos élmiszerekkel is lehet tudjuk egyébként érni, olajos magvakkal, ecettel, vagy akár gyógygomba kivonatokkal is csökkenthetjük az inzulin szintünket, és növelhetjük az inzulin érzékenységünket, és így közvetve növelhetjük az élethosszunkat. De csak ha megfigyeléseinkre hagyatkozunk, akkor is emlékezhetünk arra, hogy a szikára emberek valóban kevésbé betegesek. Tehát akiknek nincsenek túlevési hajlamai, azok, mintha ellenálló immunrendszerrel rendelkeznének. Még nyilván, aki valamilyen túlsúlyjal rendelkezik, az a várható élettartama csökkenti. Az elhízás az egy betegség. Mindenekelőtt a zsigeri zsírok tartoznak az elhízás definíciójához, és ezek a zsírok gyulladás szintet emelnek az emberi szervezetben, az agyban is, nem csak a testben, és így megzavarják az egész hormonháztartásunkat és az immunrendszerünk működését is, hiszen az agy vezérli az immunrendszer működését is. A szimpatikus idegrendszerünk általában erősebb, a paraszimpatikus idegrendszerünk legyengül, és ezzel megjelennek akár az autoimmun megbetegedések is, amellett, hogy gyakrabban leszünk betegek is.